Tudtad, hogy légzéssel akár traumákat is feloldhatsz a tudatalattidból? Vajon mi fánterem a családállítás, mit csinál egy coach? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz a Miben segíthetek című podcastemben, melynek során én, Dr. Juhász Tíme, a holisztikus coach, rák túlélő, számomra hiteles világi és spirituális segítőkkel beszélgetek az életútjukról és a szakterületeikről. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Miben segíthetek podcast következő epizódjában, amiben itt ülök Dr. Angster Máriával, Marival. Nagyon szépen köszönöm, Mari, beengedtél minket a személyes teredbe, és itt nálad lehetünk. Ilyenkor két dolgot szoktam egyébként elmondani, az egyik az, hogy honnan ismerik egymást, a másik pedig az, hogy milyen munkásságot végeztél, de hogyha valamit kihagynék, elrontanék, előfordult már, akkor nyugodtan. Nyugodtan mond, hogy hát ez nem egészen így van. Kezdem azzal, hogy miért ülünk itt, és miért választottalak, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ebbe a podcastbe. Olyan emberekkel beszélgetek, akik rám nagy hatással voltak, és hitelesnek tartom őket. Ennek örülök. És hiteles segítőknek, és én is megtapasztaltam, hogy ők azok. És amit, aki esetleg nem ismerne, amit róla tudni érdemes, az az, hogy egy klinikai gyermek és szakpszichológus vagy, és pszichoterapeuta, és 10 évet töltöttél oktatóként és tudományos munkatársként a SOTE orvospszichológiai oktató- és kutatócsoportjánál is, Dr. Popper Péter vezetése alatt. Kerestél új utakat és módszereket, többek között egyébként a pszicho-onkológiában is, amiben egyébként én is érintett vagyok, majd erre rátérünk, és súlyos, krónikus beteg gyerekek és felnőttek pszichológiai támogatásában vettél részt. A 4 évet töltöttél Németországban, és hogyha jól emlékszem, akkor közvetlenül Hellinger tanítványait voltam. Nem, a Hellinger tanítványaitól, igen. De nem töltöttem, ez egy ilyen kijárós dolog volt, kiutaztunk 3 havonként egy hétre. Rendben, hát akkor, de közvetlenül a Hellinger, és ugye a munkatársaitól tanultál, nem közvetlenül tőle, hanem a munkatársaitól tanulhattál, és később pedig a Rendszerállítók Nemzetközi Társaságának kutatási bizottsági vezető is lettél, hogyha... Hát ez egy rövid életű dolog volt, az tekintve nem nagy volt a részvétel, és mi előálltunk egy kérdőivel, és elég sokat dolgoztunk néhányan, hát ez úgy befulladt, úgyhogy ebből én ki is léptem. Fogunk beszélgetni a könyveidről is, amik rám nagy hatással voltak, ezért elmondom, hogy van ugye az ikertörténetek, ami 2012-ben született, ha minden igaz. 13, bocsánat. 21-ben a baba történetek. Így van. És társszerzőként az otthonról hoztuk, és a párkapcsolati klinikában is részt vettél. Igen. Az, hogy honnan ismerjük egymást, szerintem lehet, hogy én nagyon jól emlékszem, de ugye te nagyon-nagyon sok emberrel találkozol az évek folyamán. Én először veled 8 éve találkoztam. Én nagyon mélyen voltam, akkor költöztem föl Budapestre, és nagyon nem találtam magam, és nem találtam a párkapcsolatokban sem a helyemet, nem tudtam, hogy ki vagyok, mi vagyok, hol vagyok. És elmentem az egyik állító hétvégédre. És nagyon-nagyon nagy hatással volt rám, akkor még először így azt éreztem, mert akkor még nem kerültünk annyira közel, hogy kicsit szigorú vagy, nem tudom, hogy mit kezdjek ezzel a helyzettel, és utána egy teljesen feloldottad egyébként másnapra már ezt az érzést bennem. És párszor voltam nálad állítani, aztán eltelt egy kis idő, és akkor egy darabig nem állítottam, akkor még úgy volt, hogy fél évente lehetett szerintem. Igen. És aztán jött a rákos betegségem, amit megelőzött endometriózis, nőgyászati problémák, stb. És először, mivel úgy jöttek ki az időpontok, a Pusztai Ildikó doktornőnél voltam, nála is állítani, és mondta, hogy el kéne menni a Marihoz is. Mondtam, hogy hát én ismerem Marit, meg voltam nála állítani, mert hogy jó a specialistája ezeknek a történeteknek onkológiai szempontból is. Már én rájöttem időközben, rád is írtam e-mailben, hogy én gyakorlatilag megszüntettem az összes női nemi jegyemet, mert korábban is rettegtem attól, hogy teherbe esek, aztán amikor mentem volna Lombikra a párommal, akkor jött a rák. És hogy levették a cicieimet, nem volt hajam, nem volt szemöldököm, nem volt szempillám, és jól éreztem magam ettől, és így rájöttem, hogy ez így nagyon nem oké. Én erre emlékszem. És akkor rád írtam, hogy ezzel kezdjünk valamit, és hát akkor mentem el hozzád, de még ezután is voltunk, anyukámat elvittem, aki teljesen szkeptikus volt. Még utolabb bevallotta, hogy csak azért jött el, mert hogy hát mégiscsak rákos voltam, és támogatni szeretett volna. És utána 3 napig így ült, meg emlékszem az autóban is hazafelé, és így mondta, hogy
Most őszinte lesz, ezt az egészet egy jó nagy humbuknak találta addig, amíg meg nem tapasztalta, hogy nem az. Ezzel többen vannak így, igen. És akkor itt az én monologomat be is fejezem. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy akik nem igazán tudják, hogy a családállítás mi fánterem, azoknak mit tudnám mesélni, hogy így lássák, tudják, hogy egyáltalán miről beszélgetünk ma itt ebben a podcastben? Arról beszélgettünk, hogy nagyon sokszor van, hogy az embernek nem lehet megmagyarázni, hogy miért érzi azt, amit érez, miért kerül milyen helyzetekbe, például miért betegszik meg, mikor amúgy jó az élete. Tehát olyan bajok, tünetek, akadások lépnek föl az életében, aminek nincs meg a saját idővonalán a kiváltó oka. Amire azt tudjuk mondani, hogy igen, ez ezért volt. És nem tudom, miért volt, de azért ott van az én bajom. Uh-huh. És akkor kiderült, hogy nem csak egyénként éljük az életünket, hanem egy nagyobb egészbe beágyazottan ez a családi lélek, az eredeti családunk, meg az új családunk, akiket fölépítünk, ez az összes párkapcsolatunk, aki fontos volt, plusz az aktuális párkapcsolat. Na most ez két ilyen rendszer, két alrendszer és az egész, ami rejtett információs állunk, tehát ott van a lenyomata ebben a lélekben mindenkinek és minden fontosnak, ami a családtagokkal történt. Na most ez a nagy egész, ez a rejtett információs háló, így hívom én legalábbis, a mező kifejezést nem szeretem, mert a tudományos munkatársak vagy a tudósok azok mindig úgy fintorognak, hogyha én elmezőzöm magam állítások alatt. Erre találtam ki a rejtett információs hálót, és ez írja le egész pontosan azt a jelenséget, hogy én nem egy önálló egyén vagyok, hanem része egy nagyobb valaminek, és ez a nagyobb valami a családom. Eredeti és az új. És akkor ebben a rejtett információs hálóban mindenféle törvény van, és az egyik az, hogy meg kell lenni mindenkinek, senkit nem lehet kitagadni, mert hiszen itt van a lenyomata ebben a hálózatban, és hogyha úgy csinálok itt a földi életemben, mintha az illető nem létezett volna, attól még ő rám hatni fog, mert ott van a lenyomata a közösben. A másik, hogy mindenki a maga helyén lévőnek élje meg magát, és a harmadik, ami nagyon fontos volt itt a betegségek szempontjából is, hogy mindenki a saját sorsát élje. Tehát az a megfigyelés, hogy ha tudunk róla, ha nem tudunk róla, hogyha valakinek nehéz sorsa volt a családban, akkor egy később született elkezd úgy élni, érezni, viselkedni, mintha az a dolog vele történt volna, meg is fogalma nincs róla, hogy miért van úgy. Például én azt láttam, hogy a daganatos betegeknél ugye tanultuk, hogy vannak a rákra hajlamosító személyiség vonások, ez a C-típusú személyiség vonások együttes, ez egy lista, hogyha valakinek ilyen volt az élete, vagy sok ilyen dolog történt benne, ami egyfajta módon traumatizálta őt, akkor valószínűleg daganatos beteg lesz. És én aztán elkezdtem dolgozni daganatos betegekkel, nagyjából akkor, amikor elkezdtem állítást tanulni, hát ezt a pszichológia képzésen láttam én ezt az egészet, és akkor mondtam magamnak, hogy na hát ezt még megtanulom. Amúgy már úgy volt, hogy most már többet nem tanulunk, most már dolgozunk, és akkor mondtam, hogy na még ezt az egyet. És ott is az volt, hogy az én betegeimnél, hogy láttam, hogy hát remek életű emberek. Hát jól néznek ki, a helyükön vannak, minden rendben van, csak épp ott van a betegség. És akkor elkezdtük partizán módon, akkor még nem voltam kiképezve, de gondoltam, ha megvárom azt a 3 évet, mire kiképződök, ők addig belehalnak. Úgyhogy szedtünk egy kis szabályt, és én partizán módon elkezdtem állítgatni. És kiderült, hogy majdnem mindenkinek volt egy ilyen fogadalma. Uh-huh. Tehát volt valaki, aki után ment, volt valaki, aki helyett akart elmenni, majd inkább én, te maradjál fogadalommal. És ezt onnan lehetett tudni, hogy miután feloldottuk ezeket a fogadalmakat, ezek a betegek, kár, hogy akkor nem csináltam belőle kutatást, akiknél a primér tumor volt, azokat mi 15 álló évig találkoztunk rendszeresen az én nevem napján. És azt mindenki tudja, hogy a Máriát nagyon nem szeretem, azért is kell Marinak hívni. Hát most azt, hogy engem lemáriáztak, ez nem egy akkora ünnep, nem azt ünnepeltük, hanem azt ünnepeltük, hogy ők mind élnek, és mindenki jól volt, mindenkinek mindene teljesen negatív volt. És azért csak 15 év volt ez a dolog, ezt mindig elmesélem, mert a 15. ilyen összejövetelen az egyik körúti étteremben volt éppen a gyülekezés, és akkor rájöttek ezek a
ex-betegeim, hogy hát ők nem szimpatikusak egymásnak tulajdonképpen, ugyanis hát ha valaki volt egy kórházi osztályba betolva, akkor pontosan tudja, hogy ott aztán nincsenek én határok. Ott rögtön mindenki tegeződik, mindenki mindenkibe belenyúl, beledumál, ugye? Szóval ott akkor egy vagyok a sok közül, mint egy ilyen libanyáj, és akkor ez, és egy egységessé tesz minket a közös baj. Mi a daganatosok. Na, 15 évre rá elmúlt ez a közösségtudat, és úgy föltűnt, hogy hát mindjárt megrúgom, és nagyon dühös vagyok, és nagyon ellenszenves, és az összes ilyesmi. És akkor egyszer csak azt kellett lássam, én hát ezen az oldalon ültem, hogy így megemelték az asztalt, a teljes tartalma beleburult a szembe ülő sornak az ölébe. Hát én azóta is ezzel vihogok. Ottan természetesen azonnal kitiltottak minket, mert meg kellett téríteni a kárt, de hogy én nagyon örültem, mert ez jelentette azt, hogy mindenki meggyógyult, és senki nem érzi azt, hogy a közös összekovácsoló tényező az meg része az életének. Hát külön köszönöm ezt a történetet neked. Hát ez ilyen volt. Na most akkor én innen indultam, és azt láttam, hogy vannak pszichés tényezők is, egy-kettőt, amit én nagyon látok, az egyik az életcsapda helyzet, ez Beata Bishop hozta be az irodalomba, amikor bárhová lépek, csak rossz. Amikor nem tudok megoldani semmit, és ilyen nagyon nehéz. Ilyeneket láttunk, hogy beszervezték, vagy nem tudom, megzsarolták, és sehogy nem tudott belőle jó kijönni, és akkor öngyilkos lett. Na most az ilyen életcsapda helyzetek azok, amik oda vezetnek, hogy valaki korán meghal, vagy belebetegszik, vagy pedig az amikor valaki rájön, már x éves korában, hogy most aztán már végleg soha nem lesz az, ami szeretett volna lenni. És amikor rájön valaki, hogy már végleg soha nem lesz az, ami szeretett volna lenni, akkor mit tud csinálni a családállítás? Hát helyzetben? Itt azt lehet csinálni, hogy megnézzük, hogy kivel volt szolidáris, hogy nem lett az, ami szeretett volna lenni, mert ugyan én ezt mindig nézem az ilyen munkával kapcsolatos dolgokat, hogy szabad-e neki jól lennie. Tehát, hogy arról van szó, hogy ha apám, anyám, vagy a fogyatékkal született testvérem, vagy bárkém, az nem futhatta ki a formáját, vagy hogy énekesek, hogy most volt, sok énekes jött, hogy valahogy nem megy neki, és mindig bereked a koncerten, hogy miért van ez. És akkor kiderül, hogy hát ma az anyja hangja, vagy a keresztanyja hangja, vagy az apja hangja, és nekik abszolút nem volt lehetőségük tanulni. És akkor hogy jövök én ahhoz, hogy az ő hangjukkal kiálljak és ünnepeljenek, holott hát nekik ebből semmi nem jutott. És akkor megszületik benne a fogadalom, hogy én is szolidarítok veled. Neked nem ment, én megvonom magamtól, hogy menjen. Tehát ilyesmikre gondolok. Igen, én is sokat kutattam, és egyébként nagyon sokáig azt gondoltam, hogy a mi családunkban nem volt például BRC-vel, génhibával rendelkező ember, és akkor egyszer apukám így megemlítette, csak úgy mellesleg, hogy hát lehet, hogy a nagymamám azért halt meg, mert nagyon fájt a hasa, ugye ez? Hát igen. Ez petefészek rákra utal, de abban az időben nem voltak a... Igen, nem volt ez a diagnózis, igen. Igen. Nagyon sokat szoktál arról mesélni egyébként, hogy nem, hogyan alakult ki a családállítás, hogy Hellinger hogyan jött rá. Nem Hellinger egyedül jött rá, hanem az volt, hogy Hellinger és ezek a munkatársak, most azért vagyok ilyen jól informált már, hogy én tőlük tanultam, és az ember eltölt egy ilyen bentlakásos intézményben, ahol semmi nincs körülötte, csak az erdő, meg a tehenek a kertben, akkor ott egymással beszélget, és akkor ezek a tanárok is kiültek, és akkor elég éjszakáig hát hallgattuk a történeteket, ez nagyon jó volt. Na most az volt, hogy ő tranzakcióanalízist ment, tehát tanulni egy gárda, és köztük volt a Hellinger is, meg az összes többi, akit én tanultam, és akkor visszajöttek, és elkezdtek gyakorolni. És akkor az történt, hogy az egyik nő, az ahányszor a férfiak témájak szóba került, belilult, és akkor nagyon ilyen nagyon düvel reagált, és mondták, hogy honnan ez a sok kakaó, ugye, mert a semmiből nincs valami, szóval valaminek ez kell, hogy táplálja ezt a dühöt ennél a nőnél, és hogy bántották, valaki bántotta a férfi, és mondta, hogy nem senki. Mindenki nagyon kedves volt vele, a bátyja, a apja, a férje, a barátja, a mindenki. És akkor mondta Hellinger, hogy hát ha neked nem volt rá saját okod, akkor menjél haza és kérdezd meg, hogy nem volt-e valaki esetleg a családból, akinek hát jogos lett volna ez a haragja. És akkor derült ki, hogy a nagymamát bizony megerőszakolta egy szakasz orosz katona hazafelé tértében, a háború végén, és ez el volt tabusítva, erről soha senki nem beszélt, de a végén nagymama meghalt, és akkor elkocsantotta valaki, hogy szegényke, hát ez volt neki a sorsa, és onnantól tudtak róla. És az derült ki, hogy
hogy az egész női ág úgy élt, mint hogy ez velük történt volna meg. Tehát mindenki rendkívül rondán bánt a férfiakkal, pedig nem is dolgoztak meg érte. Szóval így, és akkor mondta Hellinger, hogy ez érdekes. Tehát, hogyha mintha az a fogadalom lett volna a lelkükben, hogy majd mi leverjük az összes férfin, amit ezek a szemetek csináltak veled. És ezt hogyan tudja feloldani mondjuk a családállítás, ha fel tudja? Ez úgy tudja az összes ilyen fogadalmat, nem csak ez, de az összes többit feloldani, hogy itt ugye azért családállítás, mert felállítunk képviselőket, vadidegen embereket a csoportból, akik lehetőleg semmit nem tudnak. Én úgy dolgozom, hogy nagyon kevés információval, szóval nincs előtte beszélgetés, hogy mi volt részletesen, ki milyen volt, mit mondott, meg mit nem, vagy mit csinált, ilyen nálam nincsen, hogy ne legyen információ a légtérben, mert minden, ami kell, az ott van. És akkor fölállnak a képviselők, vadidegen emberek, kiosztjuk, hogy legyél az apám, anyám, a testvérem én, vagy legyél a párom, meg én, meg az előző fontosa, és akkor ők megkeresik a helyüket a térben, és hogyha fölálltak, akkor azt mi leolvassuk. És azt lehet tudni, hogy amióta van az állítás, hogy ki hova kell, hogy álljon, tehát van egy jó hely, egy úgynevezett jó hely, az első a férfi, a balján van a nő, egy kis szünet, utána az első, második, x-edik gyerek, a hátam mögött van az apám, a balján az anyám, mellettem a párom, hátam mögött após, balján anyus, és akkor az előző fontos kapcsolatok úgy állnak föl, hogy a férfinek a jobb oldalán, a nőnek pedig a bal oldalán. Na most ez a rend. És az az érdekes, hogy először fölállnak össze-vissza, akkor mi azt jól megértelmezzük, hogy ki kinek a helyére állt be, ez pontosan leolvasható, vagy hol van hiány, hogy néznek le, de nincs ott senki, akkor beteszünk valakit, vagy néz ki, ki van ott kint, ki húzzam, szóval ezt így szépen rögtön le tudjuk olvasni, ez az egyik, és hogyha feloldódik ez a dinamika, hogy mondjuk a lány bepattan az apukának a jobb oldalára, akkor ott kiderül, hogy a lány valószínűleg az apának egy előző fontos szerelmét képviseli, és ha ezt feloldottuk, akkor mindenki beáll a maga helyére, anélkül, hogy én szólnék. És akkor kérdezem, hogy hát miért álltál át? Hát mert jól esett, így vonogatja a vállát. Az illető, tehát úgy tűnik, hogy ez egy belénkódott rend. Ez az egyik, amit nézünk. A másik pedig az, hogy megkérdezzük, és ebben azt hiszem, hogy az én műhelyem az különbözik a többitől, mert csak azt kérdezzük, hogy kinek milyen testi érzetei vannak, nem pedig azt, hogy mit érez a képviselő, mert szerintem az egy hiba. Márpedig azért hiba, mert hogy borzasztó nehéz szétszálazni, hogy ez az én érzésem, vagy az én átvett érzésem, ami a sajátként kódolódik, ugyanúgy, mint ennek a dühös nőnek, ugye ő se tudta, hogy az nem az ő dühe, hanem a nagymamáé, ő érezte, mint sajátját. Az is lehet, és azon kívül azt hiszi az ember, hogy van egy kis intuíciója, hol csak egy kis fantáziája adódott, meg olyan is van, hogy ugye beállok én oda képviselőként, és ott áll velem szemben valaki anyának vagy apjának a képviselője. Na most, hát ember legyen a talpán, aki szét tudja szálazni, hogy ez most az én érzésem a saját otthoni anyám-apám felé, vagy a párom felé, vagy a gyerekem felé, vagy pedig tényleg a képviseletnek szól ez az egész kizárólag. És ebből iszonyú műhibák vannak. Igen, és erre mindig fel is hív a figyelmet. Felén. És nagyon fontos, ezt elmondom én is, hogy ez nem színészkedés, tehát semmiféle pszichodráma, színészi képesség nem kell ehhez. Semmi. Nem is szabad elmondani semmit, az érzéseket sem szabad kimondani nálam, csak azt, hogy jelezd vissza, hogy milyen testi érzeteid vannak, ugyanis hát nem lehet gondolatot mondani, nem lehet érzelmet mondani, akkor mit? Kizárólag azt, amit az autonóm idegrendszer csinál. Ugye két könyved van, és egyébként a baba történetek az engem nagyon megérintett pont ezért, mert ugye 19-ben lettem beteg, de utána egy 21-ben, amikor olvastam, akkor így rájöttem, hogy fú, nagyon sok minden van ebből az én életemben. Aztán átszerünk az IKEA történetekre is. Egyébként annó még az is kiderült, amikor veled állítottam, hogy nekem is volt egy petélyű, meg egy két petélyük, nem is hárman voltunk benne, de majd ezt így zárójelben mondom. És nem az én esetemre, meg amúgy sem emlékezni, de hogy például, hogyha valakinél felmerül, mint nálam, hogy így szisztematikusan megszüntetem a női nemi jegyeimet, és még jól is esik, akkor ilyenkor mik lehetnek a háttérben, milyen transzgenerációs dolgok, amik hát van, megkérdezzük, hogy egyrészt kinek kellett ugyanígy megszüntetnie, és ott kiderülnek dolgok. Volt egy hasonló, hát ő a Mengelénél volt a nagymama. De lehetett mégis gyerek valahogy, valami csoda folytán.
Tehát, hogy kinek lett ebből nagy baja, hogy nő volt? Vagy kivel, mindig az van, hogy kivel vagy szolidáris, kit követsz, vagy pedig mit szeretnél megúszni. És ez a két gondolat folyam van szerintem. A mit szeretnél megúszni, már pedig hát rengeteg ilyen nőiséggel adódó, vagy nőiségből adódó ilyen baj, hogy valakit mondjuk megerőszakoltak, vagy halva szült, vagy fogyatékos gyereke lett, és innentől kezdve az egész életét ebbe kellett bele folyatni ebbe a témába. És akkor azt mondom, hogy na, én ezt inkább nem kérem, köszönöm szépen, mondja a lelkem, és a testem az pedig ezt lebalettozza. Igen, mert azt le is írod, meg azt sokszor el is mondod, hogy az, hogy valamit tud az agyam, az egyébként nem biztos, hogy sőt, tehát hogy rendszer szinten átmegy, és hogy ez nagyon fontos, hogy ebben is tud segíteni a családállítás. És amit még én nem mondtam el eddig, de most már ezt is vállalom, mert úgyis ez a én műsorom, hogy én akkor ébredtem rá, hogy valami ilyen dologgal kapcsolatos dolga, és már hozzád kell mennem, amikor így rájöttem, hogy én egészen onnantól kezdve, hogy a menzeszem megjött, én bármikor voltam férfival, és ezt én vállalom nyilvánosság előtt, és én utána ilyen 10 terhességi tesztet csináltam, és... Hát akkor megnézném, hogy ki volt az, akit mondjuk megerőszakoltak, és terhes hát, lett, és akkor ezért volt valami házilagos abortusz, és abból baj lett. Tehát, hogy egészen biztos, hogy ez nem a tied, mert az emberben ott van a fajfenntartás ösztöne, és ez egy borzasztó erős ösztön, a létfenntartás meg a fajfenntartás, és ezt valami fölülírja, tehát, hogy pont ellene teszel, akkor aznak valami nagyon erős történésnek kell lennie, és ez vagy a te életedben történt, de ha nem tudsz róla, akkor nem ott történt, hanem hogy valakinek a másnak az életében. Igen, és akkor itt jön az a kérdésem, hogy kiknek ajánlod azt, hogy családállításra menjenek, vagy hozzád forduljanak? Hát nézd ide, az a tapasztalatom, hogy bármi, tényleg testi és lelki, bármi dolog lehet az embernek a saját termése, hogy úgy mondjam. Tehát amit a pszichodinamikával, a normál pszichológiával meg lehet magyarázni. Hát, hogy történt veled valami, és akkor sérültek a kötődéseid, hogy nem tudtak jól gondozni, hogy nagy traumáid voltak, elszakadásaid, hiányaid, és akkor ezek tünetet képeztek. Ez a pszichodinamika. A másik, hogy ott van a te bajod, de nincs rá ilyen pszichodinamikai magyarázat, és akkor megkérdezzük, hogy ezt kitől vetted át. Tehát bármi lehet saját, és bármi lehet átvett, de olyan is van, hogy egy kicsit saját, de a tünet sokkal nagyobb, mert a tünet meg a kiváltók az nagyjából nagyságrendileg azonos. De szoktam mondani, hogy adsz a falnak egyet, pont ugyanakkor átad vissza. Tehát, hogyha sokkal nagyobb a tünet, mint az ismert kiváltó ok, akkor ebben egy kis átvétel is van. Kettő együtt. Igen, és régen azzal kezdtük még, ha jól emlékszem, hogy vannak a nehéz sorsok, de hogy most már ez nem feltétlenül, ugye megvoltak a Hellingeri nehéz sorsok, és akkor ez... Nem, ezeket kell tudni. Na most azért kell tudni ezeket a dolgokat, két dolgot, amit kell tudni, és ez fenn van a weblapomon, hát újabban már nem mondom el, mert úgyis elfelejtik, meg úgyis kérdezgetem, de ott az van, hogy mindenkinek mondom, hogy ha el akar jönni, akkor olvassa el először a weblap szövegét. Na most az van, hogy mi számít itt nehéz sorsnak, tehát ha van egy nehéz sors, akkor nagyjából biztos, hogy valaki más is ugyanúgy fog élni, érezni, viselkedni, mint ha vele történt volna meg a dolog. A nehéz sors az, hogyha valaki nem tud megszületni, vagy meghal korán, a korai halál itt a 21. életév, ami hát én nem mondta senki, hogy miért, de nekem az a logikája, hogy hát 21 éves korban nagykorú az ember. És ha én lejöttem, és ezt a macerát végigcsináltam, hogy ugye felnövekedtem, megszülettem, ami a gyereknek legalább akkora munka, mint az anyának, és legalább olyan érzések, ezt mind megcsináltam, meg felnövekedtem, és akkor nem tudok pályára állni, mert 21 éves koromban vagyok felnőtt igazából, akkor az egy rövid élet, és az nehéz sors. Aztán ha valakit kitagadtak, ha elvették a tisztességét, igazságtalanul megvádoltak, meg ilyesmi, utána mi van még? Ha valaki beteg vagy fogyatékkal született, tehát nincs meg az az esélye, hogy úgy éljen, mint bárki más, akkor az is nehéz sors. És hogyha valaki mondjuk bűnt követett el, az is nehéz. És ez milyen szintig visszamenőleg vizsgáljuk, vagy vizsgálja a családállítást? Hát 7. nem van a térerő, de ahhoz nagyon ütős dolognak kell történni, hogy ez ilyen hosszan. Én az első-második, tehát a szülők, nagyszülők, dédszülők generációig bezárólag meg szoktam nagyjából találni. Vannak ilyen nagyon nehezek, hogy erőszak,
valakivel valami erőszakos dolog történt, az fennmarad. Szerintem az fontos kiemelni, vagyis én szoktam mondani, hogy ha én dolgozom magamon, és most ugye nekem már nem lesz, vagy nem valószínű, hogy lesz saját gyermekem, de hogyha valakinek van, akkor lefelé is tudja a fentről érkezett elakadásokat, blokkokat és örökölt transzgenerációs mintákat oldani. Hát a gyereket, a Hellinger szokta mondani, hogy a gyerek, szóval nem lehet megspórolni a gyerek sorsát. Azt lehet megcsinálni, hogy az ember a sajátját rendbe teszi, és akkor már tőled nem kell, hogy a gyerek átvegyen valamit. És ki az, akinek nem ajánlod a családállítást? Hát aki pszichotikus éppen. Uh-huh. Vagy pedig semmiféle önreflexiója nincsen, tehát nem tud érezni. Nagyon sokan vannak, akiket nem tanítottak meg annak idején, hogy azt érzi, hogy feszült, de hogy mi a feszültség oka, vagy tárgya, vagy ez milyen érzelem végül is, az egy tanulási folyamat, és gondozók kellenek hozzá az elején. Tehát ez úgy van, hogyha mondjuk a gyerek ordít, akkor oda megy az anyja vagy a gondozója, megpróbálja beleélni magát, hogy mi lehet a baja, és visszajelzi a gyereknek, hogy ez az ordítás azért volt, mert magányos vagy, éhes vagy, szomjas vagy, csípapelenka vagy valami hasonló. És akkor így megtanulja az ember, hogy ez a feszültség, ami bennem keletkezett, ez a testérzet, ami bennem keletkezett, ez micsoda. És megcímkéződnek a dolgok. Tehát az ember megtanulja olvasni saját magát, és megtanul így érezni differenciáltan. Van, akinek ez nem jött össze, nem voltak ott neki. Igen, és én úgy látom ebben a 21. századi világban, hogy nagyon-nagyon sokan nem tudják éppen, hogy miben vannak, vagy mit éreznek, és hogy először az. Ez rengeteg ilyen van. El nem hiszed. Úgyhogy mi most csinálunk egy ilyen, mondhatok ilyen reklámot? Bármit mondhatsz. Kitalálta egy kolléganőm, a Magyar Judit, hogy legyen olyan online pszichológia, ami azoknak is ott van, akik nem tudnak terápiába menni, vagy nincs szükségük terápiára, de dolgoznának magukon, és ez lett a virtuális lelki vezető, annak a tartalmát én írtam, és a kedvenc gyakorlataim vannak benne, és régen is voltak ilyenek, hogy ott a klinikán még, ahol ilyen terapizáltam, és akkor jöttek, és semmi nem volt összeköttetésben magával. Akkor kapott ilyen leckéket, hogy minden óra egészkor nézel rá az órájára, és írja le, hogy hogy van. És először alig tudott mit odaírni, de egy-két hét múlva már elkezdte észrevenni, hogy mi történik ő benne. Tehát ez egy ilyen utólagos tanulási folyamat. Rá kell jönni, meg kell figyelni a testérzeteket, minden a testünkben van. Igen, és mindig éssel kezdek, bocsánat, ezt még tanulom. Nem, szabad éssel kezdeni, mert hipnózisban is és van, és azért van és minden mondat elején, mert ezzel jelezzük az agynak, hogy és ez még mindig ugyanaz a gondolat, és még mindig ezt tovább visszük, és ez ugyanaz a folyam. Jaj, de jó, köszönöm. Úgyhogy lehet éssel kezdeni, szerintem. Mindenképpen megértő, hogy eljöjjek, de így meg aztán különösen. Köszönöm szépen. Igen. Az ikertörténetek, ugye az ikertörténetek neked úgymond specialitásod, mondhatjuk így, hogyha nem gond. Hogyan jutottál odáig, hogy megírd a könyvet? Hát ez úgy volt, hogy 2005-ben volt egy ilyen nagy nemzetközi konferencia a családállítós könyvben, én ezekre szorgalmasan jártam, és akkor egyszer az egész gárda elment sörözni, de ott volt ez, hogy valami iker, és mondom, hogy hát én annyira nem sörözni, de hogy akkor inkább... Hát ez volt az életem egyik legjobb döntése, hogy akkor oda bementem erre a workshopra, és akkor az Osztán Manék, akik itt is voltak párszor, meg is jelent itt a dráma, az Anya Mégpen című könyvük, hát ők meséltek erről a dologról, és azonnal éreztem, hogy na ez az enyém. És akkor ennek én nagyon utána, én meg is akkorra kezdek, ennek én nagyon utána olvastam, mert 5 évig írtam ezt a könyvet. El nem hiszed, hogy ez mennyi munka van ebbe. Rengeteget olvastam, ami a világban angolul, németül, magyarul felelhető volt, azt mind. Cikkeket, könyveket, szakemberektől kértem mindenfélet, és kiderült, hogy hát rengeteg érintett van, és ahogy kész lettem erre, hogy ezt úgy felismerjem, hogy kiben mi lehet, akkor hát dőltek az emberek, akik érintettek, és mondták, hogy ez túl sok, ennyi biztos nincs. Hát, és mit csináljak? Van. Igen, és nálam is kiderült, hogy volt egy egypetélyű ikerpárom, meg egy kettő is, tehát hárman voltunk bent, és azt el szoktad mondani, hogy nagyon sokan indulunk többen, mert ugye igen, az élet arra törekszik, hogy szaporítsa magát, igen, hát ez most a szaporítás azért rossz szó, tehát, hogy újra teremtse. De végül is igen.
Mesélsz arról, hogy egyébként szeretikus arányban ez mennyivel több, mint ami a köztudatban benne van? Hát régen volt egy John Bokics nevű, aki most már 40 vagy 50 éve az első ilyen projektet megcsinálta Angliába. Én ismertem azt, aki neki a barátja volt, én voltam kint nála, halt-e a Haytonnál, és az első alkalommal, az első kutatásban az jött ki, hogy minden tizedik ember többes fogantatásból indul. Aztán utána a következő kutatásban az jött ki, egy 2-3 évvel később megismételte, hogy minden nyolcadik. Onnantól kezdve elég sok van, és akkor egy Mayer nevű, nem tudom mi az első neve, 94-ben megjelent könyvben azt mondta, hogy a Lancetben ő azt olvasta, hogy 74%. Én most megkerestem ezt a Lancet cikket, és tényleg ezt írták. Az nem egy rossz lap, úgyhogy annak elhiszem. Na most el szoktam mondani, hogy aki eljön az állításra, az nem a kombinó népe, hogy mindenki vegyesen, hanem ide már az jön, akinek feltűnik, hogy valami baja van, és az is megjelenik benne, hogy ezzel kéne valamit csinálni. Tehát ide egy válogatott közönség jön. Statisztikailag abszolút nem abszurd, hogyha mindenkinek van ikre, aki oda eljön. Tehát lehet nagyon sok is. És a másik, ami hát döbbenetes, hogy a hipnózisban, tehát a prenatális pszichoterápia, ez a hipnózisnak a része volt, ez a születés előtti életnek a terápiája, hipnoterápiája. Ott volt egy David Cheek nevű fantasztikus, én még hallottam előadni, hát szóval olyan élmény emberekkel tudtam még találkozni, hogy ez, én nem is tudom, ez egy ajándék. És akkor David Cheek csinálta azt, hogy elvitte hipnózisba a betegeit, és azt mondta, hogy most itt van a születésed, és megyünk vissza, mint a lépcső lefelé a pincébe, most a születésed előtte egy hét, előtte két hét, három hét, és mentünk vissza felé a fogantatásig, és ő pontosan tudta, mert megkapta a különböző kórházaktól, meg intézményektől a kliens anyának a terhességi jegyzeteit, meg a maszek terhességi naplóját, és ebből pontosan tudta, hogy hanyadikán volt például amniocentézis, ez az a vizsgálat, ahol egy nagy tűt bedöfnek a méhbe, és akkor magzatvizet szívnak le, megnézik, hogy a gyerek genetikailag épe. És a hipnózisban ezt úgy elérkezett a vizsgálat dátumáig, így lefelé haladva vissza az időbe, az illető fölugrott, zihált, dobálta magát, levegőért kapkodott, visítozott, mindent csinált, és kérdezte, mit lát, és elmondta, hogy ott a tű, és jön be, és mindjárt őt döfik le. Mindenre emlékeznek, mindenre. A fogantatásukra is időnként elmondják a szülők nagyobb örömére, hogy hát ők látják azt a helyet, ahol a két szülő találkozik, és hogy, ahogy ő összejön. Hát egészen vicces. De nálam is volt olyan, képzeld el, hogy valaki a gyerekei között akart rendet tenni, mert hogy gyerekek között viszályok voltak, és az egyik, az ott a képviselő, semmit nem tudtak idegenek róla, az kattogott a foga, úgy fázott. És meleg volt, a klíma nyögve bírta, ő meg ott reszketett a hidegtől, és mondom, miért fázik? Azt mondja az anya, hát ő le volt fagyasztva. Tehát az emlékem mindennek ott van a tudattalanban, és a képviseleti érzékelés meg alkalmas arra, hogy a tudattalan tartalmat megjelenítse. Hát igen. Igen, és ez még a mai napig úgyhogy rengeteg van, rengeteg van. Sőt, a kedvenc sztorim, az nem tudom, benne van a könyvben, az egyik kedvenc, hogy eljött egy házaspár azzal, hogy van egy kisfiúk, 3 éves, de még az életben nem aludt éjszaka, és már kezdenek kifáradni. És hogy jó lenne, mielőtt következő gyerek születik, jó lenne aludni egyet. És akkor fölállítottuk, kiderült, hogy ikervesztett volt a kisfiú. Aznaptól aludt, kétszer fölkelt ugyan, de hát az ugye egész más már minőségileg, hogy egyáltalán aludt a gyerek, onnantól kezdve ezzel nem volt baj, de egy pár nap múlva kapott pattogatott kukoricát délutáni nasnak, és akkor megfogott egy ilyen pattogatott kukoricát, nézte, így üveges szemmel elkezdett visítani. És akkor kérdeztük, hogy mi baj, és nem lehetett megszólítani. Ugye a 20 perc után eleget ölelgették, meg noszogatták, hogy mondja meg, mi baj, és azt mondja a 3 éves, hogy szegény kisbaba eltölött. Na most, ha meggondoljuk, hogy a pattogatott kukorica mire hasonlít, azt kérem szépen a szedercsíra állapotban levő másik iker, aki valószínűleg eltávozott, és annak az emléke is ott van, és így hat. Igen, és arról is beszélgettünk sokat, hogy például egy csomó jel utalhat arra, hogy valakinek volt ikre. Azt mondta te is, hogy azért a veszélyeztetett terhességeknek a jó nagy része az valószínűleg hát terhesség volt. Igen.
Például nekem anyukám 8 hónapot feküdt velem, veszélyeztetett terhesen. Akkor biztos. Az első, azt mondta valaki, nem én vagyok a nőgyógyász, de azt mondta valaki, hogy az első 3 hónapban a vérzés az vetélés tulajdonképpen. Szokták mondani, hogy új, még 2-t menstruáltam, mondja anyuka. És utána 7 hónapra született a gyerek. Nem, a gyerek 9 hónapra született, 2 ikret vesztett el, úgy tűnik. Igen, és szoktál ilyen tipikusokat mondani, persze nem ment az, hogy 100-ból 100-nál így van, hogyha valaki mindig meghagyja az ételnek a végét például, aha, az egy tipikus jel, vagy tud az állandó halálfélelem, vagy halálvágy. Hát azt kell tudni, hogy ha volt egy iker, akkor, és tudattalamban van, tehát ez a dolognak a lényege, hogy ami a tudattalamban van, az tünetet okoz, de ez egyáltalán mindig. Tehát a tudattalan tartalmak okoznak tünetet, ha ezt felhozzuk a felszínre, a tudatba emeljük, akkor elveszítik az ilyen tünetképző erejüket. Na most ugye az van, hogy ott van az a tudásom, hogy ott volt mellettem valaki, aki meghalt. Én is ott voltam, és itt úgy tűnik, hogy nem az a pár sejtben lévő, vagy nem is tudom mekkora gyereknek a gondolatai ezek, hanem úgy tűnik, hogy van ott egy tudatosság, aki mindent regisztrál. És akkor lassan elérkezünk a metafizika lélek fogalmához. Hát nem tudom, hogy ezt megérem-e én még, hogy ezt kimondják, hogy ez úgy van, de hát itt ezek szerint ez itt így van. Ugyanis hát ki más emlékezne, és ki más tudná mindent úgy elmondani, mint ha videófilmen látta volna. Az a nem tudom hány sejt. Akkor már szóval, hogy ezek ilyen cizellált, abszolút normális felnőtt képek. Na most ez van, hogy ha bennem van ez az emlék, hogy valaki ott meghalt, és én túléltem, akkor ugyanaz a túlélők bűntudata van bennem, mint bármely más, mondjuk buszbalesetnél, hogy van, aki meghalt, van, aki sérült, én meg megúsztam. Onnantól én nem fogok jól élni. Mert működik bennem az, hogy hát hogy jövök én ehhez. Azt is mondtad, hogy például ez a kisfiú kapott macit, aki a pokolos? Mindenki kap macit. Vagy pedig amit választanak, mert van, aki fókát választ. Ugyanis az a mackónak a lényege, hogy egy kifejlettebb embrió, az, annak az arányai, meg az alakja, pszichológiában azt mondja, a gestaltja, az pont olyan, mint a magzaté. Ez azért a mackó, mert hogy van egy nagy feje, van ott a 2 darab szeme, szemhéja még nincsen, a nyaka az gyakorlatilag nem létezik, a törzse az nem sokkal nagyobb, mint a feje, abból 2 kis csökött kéz, meg láb nyúlik ki, amin még nincsenek körmök. Szóval, hogy ez nagyon hasonlít. Aki babát választ, annak már valószínűleg egy későbbi szakaszban halt el mellőle az ikre. De olyan is volt, aki azt mondta, hogy ő fókát kér. Na most a fóka az ebihalszerű, az is, ha megnézi valaki a biológia könyvét, tessék megnézni, nem tudom, hanyadikba tanulja az ember mostanában, akkor van egy olyan, mint egy ebihal. Annak még nincs felső végtagja, és ilyen fosszú, olyan, mint a fóka pontosan, de a feje meg a szeme már megvan. Tehát, hogy ezek így emlékeztetnek minket, tehát ezek bele vannak ivódva, ezek az alakzatok a tudattalanunkba. És ezért kell, hogy kapjunk ilyen átmeneti tárgynak hívják, egy ilyen valamilyen tárgyat, ami állandóan emlékeztet, szimbolizálja az elveszett ikret, és mutatja, hogy az jelen van. Szerintem elképeszt az emberi működés és az emberi agy. Így van. Azt is szoktad mondani, hogy azért 100%-ban nem, tehát hogy mindenkinek, minden körülmények között a családállítás nem feltétlenül működik. Hát nem, hát van egy német, az kistrigulázta a feleségével, hogy körülbelül 10%-nak ez nem hat egyáltalán. Na most hát olyan módszer a földkerekségen nincs, ami mindenkinek is egyformán jó, az nem létezik. És nálunk azért elég sokaknak hat. Volt saját hatásvizsgálatunk is, már csak hogy elfogadják, most értékelik épp a harmadikat, és az elsőnél kijött, hogy 78%-nak volt markáns tartós pozitív változása még fél év után is. Amilyen a pszichológiai hatásvizsgálatok is így szoktak készülni, hogy teszt, 20 ülés, megint teszt, hogy az azonnali hatást mérjék, és fél év múlva, hogy na mi maradt ebből, tehát 48-52. Szóval, de hogy ez tényleg, ahhoz képest, hogy ez egy fél órás intervenció, nagyon hatékony. És most a csoportos családállításokról beszéltünk, de ugye létezik egy lehetőség arra, hogy egyénileg is állítson valaki ezt, hogy... Hát ez úgy van, hogy időnként van olyan, hogy nincs lehetőség csoportosra. Én a kórházban, amikor ott feküdtek, akkor odahúzódtam melléjük egy székre, és akkor csukja be a szemét, és mondja meg, hogy hol látja apját, anyát. Ugyanúgy a téri nyelvtan, ugyanúgy elrendeződött benne, tehát fantasztikus az embernek ez az imaginációs ereje.
És akkor ugyanúgy lehetett képzeletben állítani, és vannak különböző technikák, lehet figurákkal, poharakkal, bábukkal, lapokkal, letesszük a lapokat a földre, fölírjuk, hogy ki kicsoda, és akkor ráállunk, és megnézzük, hogy ott milyen érzés van azon a helyen. Tehát vannak ennek módosított változata is. Mindazonáltal én a csoportosat szeretem a legjobban, ugyanis az szokott lenni, hogy így az egyénibe, ugye az ember azt teszi fel, amire gondol, vagy ami úgy kiadódik a klienssel való beszélgetés alapján. Itt is nagyjából így indulunk a csoportnál is, és egyszer csak az ember néz, és mondom, némá, és akkor ott kiderül, hogy ott van egy apró mozdulat, ami egész más irányba viszi az egészet. És még mellette szoktad mondani, hogy van a stikaállítás is. Igen, az szokott lenni, hogy az emberek, tehát az van, hogy ha ott vagy valakinek az állításán, és a te dolgod az részben vagy egészben ugyanaz, a történeted, akkor az beszalad neked is. Épp úgy, és az nagyon tudnak hatni ezek a stikák, így hívjuk őket, stikaállítás. És végül még azt kérdezném, hogyha valaki nem tudja, hogy hányszor kell menni, vagy hogy mik a következményei egy állításnak, vagy mik lehetnek a következményei, akkor annak mit mondanál, hogy ez hogy? Hát ez úgy van, hogy az arról volt szó, hogy minden lehet saját termés és átvett is. Uh-huh. Az állítás az átvételeket tudja tisztázni. Na most van olyan, hogy van egy nagy megértés az emberben, hogyha mondjuk nehéz volt a gyerekkora, akkor belátja, hogy az én apám és az anyám nem azért volt ilyen, mert engem nem szeretett és velem akart ilyen lenni, hanem megértjük, mert azt is megnézzük, hogy ők miért lettek olyanok, amilyenek, hogy ez miért fordulhatott így elő. Tehát ott ezt az egész sors szövedéket látja az ember 3D-ben. Ez nagyon sokszor olyan nagyon megkönnyebbít, és akkor van, hogy már nem kell további feldolgozás, de valakinek nagyon sok a pszichés fájdalma, akkor hát én szoktam terápiát javasolni, és akkor mindig mondom, hogy tőlem kérdezzék, hogy kihez menjek, mert bele lehet szaladni. És akkor javaslok olyan terápiás módszert, ami az ő témájának, az ő alkatának megfelelő, és a módszeren belül is olyan kollégát, akiről tudom, hogy jól képzett, és hogy jó kezekben lesz nála. Szóval én a kettő együtt, nekem ez a misszióm, én azt gondolom, hogy a családállítás annak nem egy önálló dolognak kéne lenni, hanem mindenkinek kéne róla tudni, mert a máskor, hát én majd megpukkadtam, voltam egy ilyen konferencián, ahol mondják, és negyedik éve jár a beteg, és minden, és még nem kérdezték meg tőle azt a kérdést, ami az egészet megoldotta volna egy állításban. Ez az most a fenéjelzően hangzik, de hogy muszáj tudomásul venni, hogy így vagyunk húzalozva, hogy a bajaink egy része a miénk, a másik része átvett, és hogy erről mindenki tudjon. Mert ami átvett, azt nem lehet kiterapizálni én belőlem. Ott nem nálam van a kiváltó ok, ott valaki másnál van a kiváltó ok, amiről nem tudok, csak a tüneteket hordozom. És szerinted milyen világban élnénk, hogyha mindenki foglalkozna a transzgenerációs... Hát lényegesen jobban. Lényegesen jobban. Bár az a vicc, hogy én nagyon szerettem mindig ilyen új módszereket olvasni, és azért mindegyik könyvnek a végén ott volt, hogy hát, ha a politikusok ezt tudnak, a Rogers, meg a laptop, meg most hirtelen nem, a hipnózis, meg mindenki mondta, hogy ezt kéne tudni mindenkinek, és akkor más lenne a világ. Hát azt hiszem, hogy egy könyvtárat végig lehetne olvasni, és akkor tényleg más lenne, ha ezeket használnánk is. És hogyha valaki hozzád szeretne fordulni, vagy részt szeretne venni ilyen családállításokon, főcsoportoson, akkor hol talál meg téged? Hát van a weblapom, és azon. De most már nem csak én vagy, most én azt gondolom, hogy nekem kialakult egy sajátos munkastílusom, és ezt nem nagyon láttam másnál, de most már 20-sok évet csinálom, és meg vagyok győződve róla, hogy ez így a jó. Mindenki meg van győződve a saját igazáról, én is az enyémről, úgyhogy én ezt adom tovább, és most már vannak olyanok, akikhez nagyon jó szívvel tudok küldeni, és azt kapom visszajelzésként, és velem, ők velem rendszeresen konzultálnak, tehát most már nem csak hozzám lehet jönni, ezt a stílust megkapják máshol is. És ezen vagyok most, én leginkább azon vagyok, hogy tanítsak. Igen, nekem is mondtad, hogy hagyjam ezt a coachingot, menjek el pszichológiára, aztán jöjjek visszaállítani. Igen, mondtam. Nem zárom ki még lehetőségét, de majd szép lassan, de egyébként megtisztelő, hogy láttad bennem ezt a dolgot, meg engem igen. Nagyon érdekel is. Van bármi, amit még üzennél a hallgatóknak, nézőknek? Nem is tudom. Nincs. Szerintem nagyon sok mindent érintettünk. Mit nem mondtam el?
lehetne akár napokig is, vagy hetekig is beszélni. Hát igen, elég sokat tudnak, igen. Igen, de a lényeget érintettük. Egy dolog maradt még bennem, azt elfelejtettem megkérdezni. Mostanában nagyon sok a testképzavar, anorexia, bulimia, stb. És egyébként arról is írsz a könyvedben az ikertörténetekben, hogy egyébként az is lehet egy jele annak, hogy volt ikre valakinek. Igen, hát az a jó ebben az állításban, hogy nem azt mondja, hogy vagy terápia, vagy családállítás, hanem hogy is. Na most a pszichodinamika, a pszichoterápia az egy nagyon jó dolog, de ki kell egészíteni ezzel. És az anorexiánál, bulémiánál vannak pszichodinamikai okok, és azok mellett lehet még az, amit a családállítás hozott és talált meg. Az anorexiánál, hát mit látunk, ez egy fenomenológiai módszer, és az irányít bennünket, ami ott megmutatja magát, itt és most, a jelenség. Azt látjuk, hogy az illető fogy el az életből. Ki után fogy el? Vagy kivel szolidáris, ki éhezett? Ikreknél az van nagyon sokszor, hogy az egyik iker nem kap elég táplálékot, és épp úgy elfogy, elfogy az életből, mint ahogy az anorexiás beteg szeretne eltávozni és menni az ikre után. A bulémiának megint csak fantasztikus magyarázatai vannak. Hát ott az történik, hogy ezt a Hellinger találta ki, hogy nagyon sok ember kapja az anyától azt az instrukciót, hogy az apád nem jó. És amit az apád mond, az nem jó, neki tőle ne fogadja semmit. Na most a gyerek a felszínen szolidáris az anyával. Azt mondja, jól van anyu, az apu nem jó, majd veled együtt utálom. De a lélek ezt nem engedi. Az ember ugyanis 50-50, 50-50 százalékban van az apjából és az anyából is. Ez nem érzelmi kérdés, hanem egy ténykérdés, biológiai ténykérdés. Tehát, hogy én ehhez a két emberhez tartozom, és épp úgy szeretem az egyiket, mint a másikat, ez megint nem egy érzelem, hanem egy ős szeretet, egy ilyen biológiai húzás. Ezért aztán a gyerek hűséges az apjához is. És azt mondja, hogy apu, neked meg azt tudom megígérni, hogy az anyunak is megmutatom, hogy ő se jó, mert ami tőle jön, az se jó, mert hogy az meg megbetegít. Ugye anyától jön a táplálék, az meg túl sok, az meg megbetegít. És akkor így ingázik a elfogadom, nem fogadom, kihányom, nem hányom ezek között. Tehát ezeknek is mind megvan ez a plusz. Vagy pedig hát, hogy elmegyek meghalni, mégsem megyek meghalni. Mégis elmegyek meghalni, mégsem megyek. És ameddig az ember nem tudja, hogy ki után húzza a lelke, addig így inog a kettő között. Örülök neki, hogy végül behoztuk ezt a témát. Még annyit hozzátennék, hogy mindig szoktad mondani, hogy ha valaki terápiában van, akkor nyugodtan, sőt, hozza magával a terapeutáját is. Igen. Mert igen. Nagyon hasznos tud lenni magában a terápiában, igen. És egyébként a családállítás. Hát sokan vannak, akik hozzák a hozzájuk járókat. De még többnek kéne lenni. Azt kívánom neked, hogy még nagyon sok Mari módszerrel dolgozó családállítót neveljél ki. Ja, köszönöm szépen, én is ezt szeretném. És én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy annó 8 éve hozzád mentem meg, hogy most legutóbb is hozzád fordultam, és az Ildikó is küldött hozzád, egyébként az Ildikónak is nagyon köszönöm, hogy van, meg tényleg azért is nagyon hálás vagyok, hogy befogadtál minket ide az otthonodba. Nagyon szívesen. És még vacsorát is főztél nekem, vagy nekünk, úgyhogy ezt meg külön, de nagyon szépen köszönöm, Mari, neked ezt a bő 40 percet. Nagyon szívesen, máskor is. Köszönöm. És ti pedig nézzetek minket minden pénteken, ez a Miben Segíthetek podcast volt és YouTube adás. Iratkozzatok fel a podcast megosztókon, vagy pedig a YouTube-on a feliratkozás gombbal. Találkozunk jövő héten. Sziasztok és szép napot nektek!